Sziasztok, Bakta Jelen vagyok, és november 26-a van a születésnapom, most kezdve a 45-et, és rájöttem a világ legnagyobb trükkjére, a legzseniálisabb trükkjére. Születésnapod van, jó, ezt azért a hindu kultúrában nem annyira fontos. Nekem Indiában számtalanszor volt olyan, az a 10 év alatt, amíg ott laktam, hogy december 2-án lesz az Úristen, 6 nappal ezelőtt volt a születésnapom. Akkor persze össze is folytak jobban a dolgok azért egy picit ott, mert hogy ott azért egy olyan, tudod, ilyen szigorú kolostori rend volt, hogy ott azért nagyjából összefolytak a napok, meg hát azt se tudtuk, hogy mi a hány méter milyen nap van. Egyébként bárki, aki elutazik Ázsiába és hosszabb távon ott van, mindig azt mondja, az első dolog, hogy nagyon beüt, hogy egy időben nem tudod, melyik nap van, hét melyik napja van. Ez egy nagyon-nagyon jó pufa dolog. De mellett meg ott van, tudjátok, az is, hogy és persze rossz irányba jöttem, mert a videót felmondom nektek, igen! De ott van persze emelett az is, hogy persze Indiában tud annyira jelni, tud annyira sok élményért, annyira nagyon sok a jelen meg minden, hogy azért általában azért szokott az ember annyira szétcsúszni, de ettől függetlenül gondolt, hogy megosztok veletek egy nagyon-nagyon vicces ilyen születésnapi megvilágosodást. Születésnapod van, beléd van táplál, hogy ez egy különleges nap, egy évvel közelebb kerültünk a halálhoz, igen, ez beléd van valahogy nyomva, hogy ez egy különleges nap, és te megérdemelsz dolgokat, milyen szép az indiai kultúra, hogy az indiai kultúrában a születésnapos vendéggel meg mindenkit, és megkapja ennek fejében mindenkinek az áldását. Ez egy nagyon szép dolog. Szóval ott van ez, de hogy ott van az, hogy ilyenkor persze mi nyugodtan azt érezzük, hogy kell egy kicsit mondani, hogy csináljuk, vásárolni, és én most csak azért, hogy kezdtem ezt a videót mondok, nektek a világ le a life hackjére jöttem rá. Bementem reggel a Tesco-ba, kedvelyek borítékokat, tudjátok, kalenderem, kipustalázás, ilyesmi. És éreztem, hogy kell valamit vegyek, hogy születésnapom van. És bementem a Tesco-ba az FNF részlegre, és vettem egy csomó ruhát a kisfiaimnak. hogy igenis ott van az az állapot, hogy benned van a feeling, hát kell valamit csinálni, és ez milyen jó, hogy akkor bemész, és akkor kitározol valamelyik szerettedre, vagy a szeretteidre. Szóval ezt gondolod, hogy ez nagyon nagy life hack. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretettel ajánlom nektek ezt a rendkívül védikus önmanipulációt, hogy igen, azt érzed, hogy most nagyon illattalan kell, pénzt kell költsek és veresem, és akkor veszed valakinek, akit nagyon szeretsz, egy csomó mindent. Jó, omtocsad, ennyi voltam, nem akarok állandóan fölrakni videókat, hogy nagy megbunjatok. Sziasztok!